Kedves nézők, május folytatjuk műsorunkat. Ezúttal Binder Istvánt köszöntöm, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjét. Két közlemény adott ki, vagy meg egy körlevelet, meg egy közleményt adott ki a Magyar Nemzeti Bank. Kezdjük az elsővel. Pénzügyi termékeket összehasonlító oldalak legyenek objektívek. Erre kéri a Nemzeti Bank ezeket a cégeket. Ezek szerint nem teljesen valósult meg ennek az objektivitás? Reméljük, hogy minél jobban megvalósul, de azért persze vannak ügyféljelzések, és ez nagyon fontos kapu, azt gondolom, ez a pénzügyi közvetítői szektor, és ezek az összehasonlító oldalak, hiszen nagyon sok ügyfél online tájékozódik, online dönti el, hogy milyen pénzügyi terméket, hitel vagy egyéb terméket vesz igénybe. Úgyhogy ezeknek a közvetítőknek nagyon nagy a felelőssége, és nagyon nagy a felelőssége azoknak a bankoknak is, akik ezekkel a közvetítőkkel hát megbízási szerződéseket kötnek. Alapvető elvárás, hogy ezek az összehasonlító oldalak, ezek minél teljes körűbbek legyenek, tehát minél több ajánlatot, lehetőség szerint a piacon elérhető valamennyi ajánlatot tartalmazzák. Abban az esetben, hogyha valamilyen oknál fogva ez hiányos, vagy valamilyen szempont szerint úgymond a közvetítő ezeket csoportosítja, akkor azt gondolom, ez a minimum elvárás, hogy ezt az ügyfelek számára közérthetően, egyszerűen, informatív módon jelezze az a közvetítő a honlapján. Azt gondolom, ez az egyik alapcöveg. A másik az legalább ennyire fontos, hogy ha egy ilyen oldalra tévedünk, akkor átlássuk és értsük azt, hogy itt egy közvetítőről van szó. Mert ez ebben a mai bonyolult világban nem feltétlenül olyan egyszerű. Elképzelhető, hogy, és erre vannak példák, hogy itt tulajdonképpen valaki egy ilyen segítőprogramnak nevezi magát, és ez nem egyértelmű, hogy ez egy közvetítő. Más tartalmakat rak fel, tehát úgy néz ki az oldal részben, minthogyha ez egy híroldal lenne, újságírókról lenne szó. És az ügyfél nem feltétlenül tudja, hogy itt egy közvetítőről van szó. Tehát alapvető elvárás, másik alapvető elvárás, hogy ezt tisztázza az oldalnak a működtetője, hogy egy közvetítő adott esetben több banknak vagy pénzügyi vállalkozásnak a termékét forgalmazza, ezért ő megbízási díjat kap, tehát vannak anyagi következményei is. És a harmadik dolog pedig az, hogy azért mutassuk meg teljes egészében a gyereket, mutassuk meg azt a pénzügyi termékskálát teljes egészében, tehát mutassuk be a díjakat, mutassuk be a különböző feltételeket. Nagyon-nagyon fontos, hogy mutassuk be a kizárásokat is, tehát hogyha egy ügyfél elindul, már egy üzleti kapcsolatban előkészítene már akár egy szerződéskötést ezzel a közvetítővel, és az utolsó pillanatban derül ki, hogy bizony rá ez a termék nem is vonatkozhat, mert nem felel meg, nem az utolsó pillanatban derüljön ez ki. Nem szeretnék itt ötleteket adni, illetve feladatokat róni a Nemzeti Bankra, de ugye, ha jól emlékszem, volt valamikor egy havi lap, már nincsen, úgyhogy nyugodtan beszéletek róla, ez a Test magazin. Hogy nem volna esetleg hasznosabb, vagy nem tudom, hogy lehet-e egyáltalán, hogy valamilyen olyan oldalt működtetne a Nemzeti Bank, ahol ad egy tesztet, hogy kérem szépen, akinek erre meg erre van szüksége, akkor itt nézheti meg, hogy körülbelül ki milyen feltételekkel ad. A jó hír az, hogy ilyen van. Akkor... Természetesen mindenkinek, azon minden ügyfélnek szabad joga és lehetősége, hogy bármelyik közvetítői összehasonlító portálra elmenjen. Úgy, de finoman fogalmazott. De az az ügyfél, aki adott esetben még jobban szeretne tájékozódni, vagy még átláthatóbban szeretne látni ezeket a termékeket, az jól teszi, hogyha a Magyar Nemzeti Bank honlapjára megy föl, ahol egy hitel és leasing választó összehasonlító program van, betétkereső program van, számla összehasonlító program van, és ezeknél ugye mi rangsorokat nem állíthatunk föl, de hogyha mondjuk valaki elmegy a hitel és leasing választó programunkra, földrajzi régiója szerint és saját adottságai, igényei alapján bediktálja az adatokat, akkor ez a program ki fogja adni, hogy mondjuk Borsod megyében milyen bankoknak milyen ajánlatai vannak. Persze ez idézi el, hiszen ma már az internetbank világában bárhonnan bankolhatok, de
ahol fiókok is vannak, akkor fogalmazunk így, világos. Fizikai elérhetőségek, és nem egy, azt fogja mondani, egy rangsort, hanem a táblázatra ráüthet a tetejére az ügyfél, és ki fogja adni, hogy általánydíjban, minden költséggel együtt, melyik a legolcsóbb, második legolcsóbb. Tehát mi nem minősítünk, csak egyszerűen objektív tényeket mondunk, ez a legolcsóbb, ez a második, ez meg drága. Úgyhogy így is meg tudja nézni az ügyfél. Ez zseniális. Jó, nézzük akkor a másodikat, és akkor pontosan jó is ez a sorrend, mert ugye az ember fogja magát, és egy bizonyos pénzügyi terméket beleugrik. Hitel, leasing, ez mind ezzel együtt jár, és hát előfordulhat, hogy a polgár megcsúszik, úgymond a törlesztéssel, ez előfordulhat. És ennek kapcsán is a Nemzeti Bank kiadott egy közleményt, amiben tanácsot ad? Elvárásokat fogalmazunk meg, megint a bankok felé, nem az ügyfelek felé. Bocsánat, hogy föladom, nem azért véletlen adom föl a labdát, mert jobb ez, tehát hogy tisztázzuk a fogalmakat, igen. És ön mondja ki a fogalmakat. Igen, tehát még itt a termékválasztó esetben egy bankok felé, pénzügyi vállalkozások, közvetítők felé szóló körlevél, ami szintén egy szabályozó eszköz. Ez egy ajánlás, ez a másik kezdeményezésünk, méghozzá a fizetési késelembe esett ügyfelek helyzetének a rendezéséről. Mert azért itt is nem is a közelmúlt, de korábbiakban azért voltak nem feltétlenül jó gyakorlatok. Mi azt mondjuk, hogy ezt szakszerűen, érzelmek, indulatok nélkül, az ügyfélre történő nyomás, gyakorlás nélkül, és a fokozatosság elvét betartva, és a legeslegfontosabbként pedig az együttműködésre helyezve a hangsúlyt végezzék el a bankok. Egy olyan menetrendet kezdeményezünk, ahol meghatározott időközönként keresi meg a jelentős késedelembe esett ügyfelet a bank, és nem csak kér valamit, nem csak igényel valamit, hanem tájékoztat is. Tehát az összes kondíciót, lehetőséget, jellemzőt elmondja ennek kapcsán. Azt is elmondja, hogy igen, ön egy legalább egy havi törlesztő részlettel, vagy az ilyen keretjellegű hitelkártyáknál, folyószámla hitelnél pedig 45 nappal késedelembe esett. Utóbbinál ugye legalább az öregségi nyugdíj, minimum nyugdíj összegével, tehát 28.500 forinttal. Elmondja tehát azt is, hogy van egy késedelem, nem biztos, hogy tetszett figyelni, lehet, hogy valami félreértés történt, vagy nem kapott meg valamilyen csekket, vagy értesítőt, stb. És elmondja azt is, hogy adott esetben, hogyha itt tartós fizetési nehézségről van szó, legyünk magyarok, elbocsátották mondjuk azt az ügyfelet, vagy valami betegség van, válás van, ezek a tipikus történetek, akkor milyen lehetőségek vannak, tehát adott esetben milyen fizetésrendezési megoldásai vannak az ügyfélnek. Most, ha elindul ez a folyamat, több megkeresés is van, meghatározott időközönként 3 nap után, késedelembesés után, 15 nap után, 25 nap után, és a felmondás előtt 30 nappal még egy utolsó felszólító levél. Hogyha ezek működnek, akkor az adósnak megvan a lehetősége az együttműködésre, és itt feltételezi a bank pénzügyi intézmény, jó szándékú együttműködésről van szó, ez az alap, hogy feltételezze az ügyfélről is az együttműködést, akkor megvan a lehetősége, hogy közösen megtalálják a megoldást. Akkor ugye ez egy ilyen ajánlás, amit az előbb mondott, ez akár egy kvázi moderátori szerepet is jelent, ami ugye azt jelenti, hogy nem csak az ügyfélnél kell a jó szándékú együttműködés, hanem a bank részéről is kell a jó szándékú együttműködés. Sőt, legalább annyira szükséges. Tulajdonképpen ezt az ajánlást tudja elképzelni, hogy egy nagyon alapos, nagyon precíz banki ügyfél nézőpontjából, aki minden variációt végiggondol, és bizony igényt tart a méltányos és megfelelő, és hát együttműködő magatartása a bank felől is, végig gondoltuk ezt a dolgot, és minden lehetőséget az ügyfélnek szeretnénk megadni, hogy tisztázhassa ezt a helyzetet, adott esetben, hogyha tényleg egy tartós fizetési nehézségről van szó, akkor adott esetben pedig ajánlhasson fel a bank neki
egyéb fizetéskönnyítő lehetőségeket. Ha viszont egy átmeneti nehézségről van szó, akkor megtalálják erre a közös megoldást. Mondta, hogy érzelem és indulatmentesen. Ez egyébként mennyire jellemző? Mert én minden helyzetben úgy vagyok, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy szeretném az embert nézni. Igen. Én azt gondolom, ez a legfontosabb, mert már csak azért is, mert ezek a bankok persze a részvényeseikért, a profitért, mindenfélért vannak, de azért mégiscsak az ügyfelekből élnek, tehát mégiscsak az ügyfelek által befizetett díjak, kamatok, stb. Tartják el ezeket a pénzügyi intézményeket. Tehát én azt gondolom, hogy nem csak amikor a termék értékesítés, a másik fázis van, hanem amikor egy ügyfél egyéni élethelyzetét kell kezelni egy ilyen helyzetben, akkor is ez elvárható. Ezeket konkrét formákba is öntöttük. Tehát például lehetőleg ne személyesen keressék meg az ügyfelet, a megadott adatvédelmi nyilatkozatok stb. Alapján a megadott levélcím, e-mail elérhetőség, telefon adott esetben ez álljon rendelkezésre, hogyha valamelyik csatorna már nem működik, próbálja meg a másikat, az az adott bank, de ne feltétlenül személyesen menjen ki. Természetesen az ügyfelek a bizalmas adatait, azt másnak, főnökének, szomszédnak nyilvánvaló, hogy nem szabad elmondani, mint ahogy ha bármilyen személyes adatot elmond az ügyfél magáról, műtétje volt, valami betegsége van, természetesen azt is rendkívül szigorúan kell kezelni, és semmilyen módon nem lehet továbbadni. Elképzelhető olyan helyzet is, hogy van egy kiskorú is a történetben, tehát mondjuk az ingatlan a kiskorúé is, és ezért ő zálló kötelezett a történetben, természetesen a kiskorút nem lehet megkeresni semmilyen körülmények között. Az is szabályozott, hogy mikor történhet ez a megkeresés, hétköznapon reggel 8 és 20 óra között, szombaton 8-tól 12 óráig, és ettől eltérő alkalmatlan időpontokban a kéretlen telefonhívásokkal természetesen nem lehet zaklatni az ügyfelet. Hát összességében azt el tudom mondani a mai beszélgetésünk margójára, hogy hát egyre jobb nemzeti bankot látunk. Köszönjük. De most tényleg komolyan mondom, nagyon sok mindenre figyelnek, és ez hihetetlenül fontos. És mind a két körlevelet, meg az ajánlást is tessék meggondolni, és mindenki gondolja meg, hogy milyen pénzügyi terméket vesz igénybe, és ha már igénybe vette, akkor bármi probléma van, akkor is forduljon bizalommal a szakemberekhez, ez a dolguk. Nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk beszélgetni, és remélem találkozunk még legközelebb is.